Hello, sziasztok, én Jazzy vagyok. Én pedig Spiller. Hát elérkeztünk sajnos az év utolsó filméhez, Liam Neeson-től a Becsületes Tollat. Hát így van, hogyha a Fekete Özvegyünket és a Csodanő 1984-ünket eltolják, akkor valóban úgymond az idei év kiemelkedő mozifilmje ez az alkotás lesz egyben. Hát bízok abban, hogy viszont az a hír, hogy Liam Neeson utolsó akciófilmje, abban viszont bízom, hogy nem igaz, hiszen még mondhatni, hogy még mindig penge. Most nagyon összeszedte magát, tehát tisztára bolva. Hát így van, edzett is a filmre, gyúrt is rá, holott ők már nem hogy a komputer filmje mutató után, hanem a komputer film előtt is már azt mondták, hogy nem vállalt több akciófilmet, de hát úgy tűnik, hogy Rocky Balboa szavaival éljek, hogy még mindig van anyag és cucca pincében, tehát akkor még mindig van benne egy utolsó utáni akcióhős szerep. Hát igen, igen, ezen a recepten tényleg vétek lenne változtatni, most már főleg egy elrabolva trilógia után. Nyilván nem mondom azt, hogy elrabolva filmet kaptunk, egyrészt azért is örülök neki, mert akkor még nehezebb lenne Brian Mays karakteréről elvonatkoztatni, másrészt maga a színész is öregszik. Nyilván már úgy vállalta ezt a filmet el, hogy egy kicsit visszafogottabb akciójelenetet kaptunk, de maga a thriller hangulatában, izgalmában nem kaptunk hiányt. Sztori nagyon jól kibontakozik, egy tök átlagos jó sztorit kapunk, hogy egy tolvaj beleszeret egy hölgybe, és feladja a régi életét érte, két rendőr pedig el akarja tenni az ő pénzét, és hát ez mondjuk a való életben is megtörténhet. Viszont én most azt éreztem, hogy az előzetes után a moziba nemhogy csalódtam, hanem kellemesen csalódtam, mert az előzetes megpróbált kicsit átverni minket, és Liam Neeson karakterét beállítani kicsit rossz karakternek, és az előzetesből ítélve azt gondoltuk, hogy a bankrablásokra fog épülni ez a sztori, holott ahogy kezdődik a film, igazából a bankrablásokról már túlt időbe beszél, amikor kapjuk a film intróját, talán akkor végzi az utolsó bankrablását, majd ugye utána már, amikor a film játékideje zajlik, igazából már közel egy évtized eltelik, talán azt hiszem 8 évet mondanak. Igazából majd, hogy nem az ügyet is lezárták, és ugye akkor következik, amit te is mondtál, hogy jó útra akar térni, és feladja magát, tehát igazából ez indít el egy nagyon izgalmas lavinát a filmben. Nem feltétlenül kell, most nem tudom milyen harcokat látni tőle, hogyha ez színészi játék, még megmarad egy vagy két évtizedig, úgy, mint mondjuk mondok két példát Morgan Freemannek, például, vagy Dustin Hoffmannak, vagy Michael Douglasnek, hát ők azért egy kicsit idősebbek Liam Neesonnél, de maga a színészi játékuk még most is zseniális, én is azt gondolom még, hogy egy pár ilyen kategóriai akciófilm jöhet, mert más színésznél azt mondanám lehet, hogy például ez már unalmas lenne, hogy mindig azt a hasonló karaktert játsza, de Liam Neeson esetében nem, tehát ez a kiöregedett rendőr, régi CIA és ügynök, ex-FBI ügynök, ebbe például egy régi tengerészgyalogos karaktert játszott, vagyis egy nyugdíjazott tengerészgyalogos karaktert. Én azt mondanám, hogy Liam Neeson neve garancia egy jó akciófilmre. Én viszont most két észrevétellel élnék. Az egyik, az a vége, hogy ugye amikor felrobbantja, vagy bombát az a csávónak a kocsiába, ugye közvetlenül előtte felrobbantja a házát, és a csávónak tényleg bombaszakértő a Liam Neeson, és a csávónak annyi esze nincs, hogyha felrobbantják a házát, akkor nem, lehet, hogy a kocsiába is van valami. Nem, csak beül a kocsiba, azt elmenekül. Jó, most oké, hogy adta magát a helyzet, hogy gyorsult a kocsiás is szalog, de most komolyan nem vette, vagy nem gyanúsan merült fel, hogy bomba lesz a kocsiába. Hát igen, ez igazából mondhatni, hogy... Tehát a vége azért egy kicsit kiszámítható volt szerintem. Még logikai bakinak sem mondanám, de még magamnak sem, vagy legalábbis szerintem a nézők többségének nem jutott eszébe a házrobbantás után, hogy az autójába is van. Addig a pillanatig, amíg épp a Liam Neesonnal nem beszélt telefonon, de hát úgy látszik, hogy maga annak a karakternek is. A másik pedig a kémia, én szerintem nem működött. Mert igen, én, igen. Én egy csókot, vagy ha valakit szeretek és földök érte mindent, akkor na, hogy megcsókolom, vagy valami, vagy de a filmben meg csak én amúgy láttam, ülelések voltak, de észre, hogy nem működött nagyon a kémia. Igen, Liam Neeson. Meg van akkor köztük, meg lehet, hogy kötöttek egy olyan szerződést, hogy lebeszélték, ez nem fér bele, de akkor is nem hitted el, hogy ő az a lány, aki fölad mindent. Hát ez mindig is Liam Neeson nehezebb volt rávenni egy kicsit vígjátékosabb vonalra, vagy egy romantikusabb vonalra, vagy egy poénosabb vonalra, mert Liam Neeson sok mindenről híres, de nem a romantikájáról, vagy a jó humorérzékéről. Azon kívül viszont mindenben jó, de hát igen, annak, hogy visszafogottabb akciófilmet vállalt, annak ez volt az ára. De én azt gondolom, hogy a színvonalat hozta, tehát se jobb, se rosszabb nem volt, és amint már magamat tudom ismételni, még 2-3-at mindenképpen még szeretnék tőle látni, amíg ilyen formában van. Sziasztok! Hello. Egy jobb életreményét
nem érdemes ellopni. Néven tisztázni akarom a nevem, és ehhez az kell, hogy maga vallomást tegyen. 5, 4, 3, 2, 1. Vallomást tesz. Becsületes tolvaj.